Kezécsokalom jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai sajtótájékoztatóján. Mint ismert, Novák Katalin és Varga Judit úgy engedtek ki a börtönből egy pedofil bűncselekményekben érintett elítéltet, hogy az elkövető nincs eltiltva a gyerekektől. K. Endre a kegyelme óta szabadon visszamehetett a gyerekek közé, dolgozhatott akár iskolában, akár óvodában, akár gyermekekkel foglalkozó szociális intézményben is. A pedofil simogató kormány eddig nem árulta el, hogy hová lett K. Endre, az országnak azonban joga van tudni, hogy gyerekek közelébe férkőzhetette a pedofil segítő az elnöki kegyelem után. A demokratikus koalíció tudni akarja, hogy visszamente a gyerekek közé K. Endre. Jogunk van tudni, hogy akár most, akár az elnöki kegyelem óta eltelt időszakban dolgozott-e akár iskolában, akár óvodában, akár gyermekekkel foglalkozó szociális intézményben a pedofil segító bűnöző. Válaszokat követelünk a kormánytól. Elég volt a pedofil simogatók titkolózásából minden magyar édesapának és édesanyának joga van tudni, ha ez az ember valamely oktatási vagy szociális intézménybe tette be a lábát. Az ügy kapcsán a DK minden jó érzésű embert arra kér, hogy támogassák a DK aláírásgyűjtését, hogy ne lehessen egy pedofil simogató a köztársasági elnök. Azt a szörnyűséget, hogy egy pedofil segítő elítélt visszamehet a gyerekek közé dolgozni, a demokratikus koalíció egy rendkívül szigorú pedofil ellenes törvénycsomaggal akarja megszüntetni. Úgy kell módosítani a büntető törvénykönyvet, hogy ez ne történhessen meg, K. Endre ügyében azonban ez már késő. Őt úgy engedte ki a börtönből a pedofil simogató Novák Katalin és a pedofil simogató Varga Judit, hogy szabadon visszamehetett a gyerekek közé. Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni, a Demokratikus Koalíció válaszokat követel a kormánytól. Tudni akarjuk, hogy visszamehetett -e a gyerekek közé K. Endre. Minden magyar családnak, minden édesapának és édesanyának joga van tudni az országban, hogy akár most, akár az elnöki kegyelem óta eltelt időszakban dolgozott te, akár iskolában, akár óvodában, vagy gyermekekkel foglalkozó szociális intézményben a pedofil segítő bűnöző. Az ügy kapcsán a DK minden jóérzésű embert arra kér, hogy támogassák a DK aláírás gyűjtését, hogy ne lehessen egy pedofil simogató a köztársasági elnök. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kezét csókolom, viszontlátásra!